Jó estét kívánunk! Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Köszönjük, hogy itt a késői órán is van lehetőségünk a találkozóra. Néhány perccel ezelőtt az országgyűlés módosította a honvédelmi törvényt, így ennek értelmében a közérdek érvényesítése céljából lehetőség nyílik a Devecseri, illetve kolontári tragédiát okozó MAL ZRT állami felügyelet alá vonására. A kormány a mai napon hozott egy határozatot, mégpedig Bakondi György kormánybiztossá történő kinevezéséről. Bakondi György katasztrófa védelmi biztosként irányítja majd a négy legfontosabb feladat végrehajtását a MAL ZRT-vel kapcsolatban. Egyrészt az Ajkai üzem termelésének megindítására vonatkozó előkészületeket a munkahelyek megőrzése érdekében, a kártalanítás megkezdését, a további károk megelőzését és a felelősség tisztázását. Bakondi György úr tehát a kormánybiztos, a katasztrófabiztos, aki most néhány mondatban elmondja, hogy mik az első legfontosabb feladatai, és utána holnap utáni napokon pedig természetesen részletesebben is áll az önök ti rendelkezésetekre. Tessék, köszönöm szépen. Pár perc ezelőtt szavazta meg a országgyűlés ezt a honvédelmi törvény módosítást, amelyik egy olyan határozott döntése a kormányzatnak és az ezt támogató parlamenti többségnek, amely egy különleges helyzetben hoz be olyan új lehetőségeket, amelyel jelzi, hogy az új kormányzat komolyan veszi a lakosság érdekeit, mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyos katasztrófa helyzet kiterjedését, tovább terjedését megakadályozza, és tisztázni kívánja a felelősök körét is. A törvény az kihirdetésre kerül a holnapi napon. Azok a feladatok, amelyeket a törvény tartalmaz, elég széles jogosultságokat adnak a kormánybiztos számára, ezért természetesen megfelelő apparátus támogatásával kezdem el a holnapi napon a munkát. Sürgős döntéseket kell hozni az üzem újraindításáról, ennek intenzív munkálatai zajlanak, miközben holnap délre a kolontár területén épített hatalmas gát is elkészülés, ezért holnap visszatérünk a lakosság lehetőség szerinti visszatelepítésére. Intenzív munkátok zajlanak a veszélyhelyzet gyáron belüli kezelésére és a további súlyos károsodások megelőzésére. Át kívánjuk tekinteni a törvényi felhatalmazás alapján a gazdálkodó szervezet MAL ZRT-nek a vagyoni helyzetét. Jóváhagyási és ellenjegyzési jogot gyakorlok a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásai fölött. Különféle intézkedéseket hozhatunk a kárenyhítéssel, az ezzel kapcsolatos gazdasági társasági erőfeszítésekről, és teljesen természetesen koordináljuk annak a sokirányú vizsgálatnak a tevékenységét, amely részben az okokra, részben a milyen lépéseket kell tennünk a kármentesítés, kárenyhítés érdekében, újjáépítéstől kezdve a fertőzött területek teljes fertőtlenítéséig, és mindezt nemzetközi szakértők közreműködésével, mindaddig, míg a normál helyzet helyre nem áll, és a kormány parlament úgy nem, a kormány úgy nem dönt, hogy a helyzet megoldódott. A vizsgálatoknak van egy büntető eljárási összefüggése, erről a mai média már hírt adott. Széleskörű, teljeskörű büntető eljárási cselekmények révén kívánjuk tisztázni a személyes felelősséget és a történteket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jogtechnikailag a történet az úgy néz ki, hogy ugye a parlament ma elfogadta a törvénymódosítást. A törvény, az új törvény sürgősséggel való kihirdetéséről is döntött a parlament, ami azt jelenti, hogy ha a köztársasági elnök úr alá tudja írni még a mai napon a törvényt, akkor a holnapi napon, a holnapi nap reggelén a magyar közlönyben azt ki lehet hirdetni, tehát akkor hatályossá válik a törvény, és természetesen a törvény hatályba lépése után lép hatályba
Bakondi György úr kinevezése, mint katasztrófa védelmi biztos, és úgy akkor kezdheti el a munkáját ebben az új pozíciójában. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Minden kérdésben és további információban kormánybiztos úr majd a holnapi naptól áll rendelkezésre. Először elkezdi a munkáját. Köszönjük, hogy eljöttetek. Viszontlátásra, minden jót kívánok.